Sok szeretettel köszöntelek Robi, és sok szeretettel üdvözlök mindenkit, akik figyelmével, téren és időn túl csatlakozik a mai beszélgetésünkhez. Az előző videónkban Robival elkezdtük körbejárni a traumák nagy kérdéskörét, és megtudtuk, hogy 14 fő traumatípus létezik, illetve azt is, hogy kisebb vagy nagyobb mértékben, de mindannyian traumatizálva vagyunk mind a 14 trauma kategóriáján. A bökkenő, és én azt gondolom, hogy a legtöbb ember fejében ez veti fel a kérdéseket, az, hogy a traumáink keletkezésének java része egyszerűen nincsen a tudatunkban, és ez az a tényező, ami meggátol minket abban, hogy egyszer és mindenkorra feloldjuk ezeket a traumáinkat, illetve hogy helyre hozzuk az általuk okozott károkat. Milyen elmély vagy pszichés működésnek és struktúrának az eredménye ez a jelenség, amit mellesleg a pszichológia úgy hív, hogy funkcionális amnézia, Robi? Több oka van. Az egyik az egy evolúciós ok, hogy amikor mi megszülettünk, van egy olyan úgynevezett egyezményünk, ez még a régi időkre igaz, ami a mai nap már kicsit más, hogy mi elfelejtjük, idézőjelbe, van ez az amnéziánk, és az érzelmeiken, érzelmeinken és a tapasztalatainkon keresztül dekódoljuk az életnek a hogyanját és a miértjét, és korrigálunk. Na most ennél nagyobb kihívás szerintem nincsen az életben, mert ez olyan, erre, erre mondtam még valamelyik régebbi videómban viccesen, hogy térkép nélkül el otthonról. És igazán csak, csak kováigunk, és ez már más lesz. Tehát a, a ma születő kisgyermekeknek már sokkal nagyobb a tudatossága, már emlékeznek bizonyos dolgokra. Ez nekünk egy úgynevezett feladott lecke. És hála Istennek megvan hozzá ez a, ez a, recept, hogy ez az útmutató, tehát van innen is kiút. Ez nem mindenkire igaz, de igazániból az öreg lelkekre és a mikorosztályunkra főleg igaz. Amikor eldöntjük tulajdonképpen azt, hogy ide a földre, és megkötjük a magunk lélek szerződései, akkor megtervezzük ezeket a traumákat is? Hát Bizonyos traumákat igen, beteszünk magunknak, és abból azokból, hogy ha azon keresztül megtapasztaljuk a világot, és feloldjuk, és meggyógyulunk, akkor egy nagyon komoly, egy úgynevezett áttörés keletkezik az életünkben, ami nekünk szükségünk van ahhoz, hogy a mi életcélunkat be tudjuk teljesíteni. Tehát ez egy eléggé egy, egy érdekes, egy, ilyen, egy kihívás, de... Van a másik része a válasznak, hogy rengeteg traumát, ahogy beszéltük a, a múltbeli a beszélgetésünkben, a, már hozunk magunkkal ősidőkből. időkből. És ahogy te is mondtad, nagyon sok a, ebből a traumából lappang, így az alvilágban, ebben a tudattalan, meg tudat e, alatti világban, és azért tettük be magunknak lélek szerződésbe ezeket a traumákat, hogy ráébredjünk hogy ez is ott van, ez is rezeg, ez is ellenáll, csak nagyon-nagyon kellemetlen, mikor az arcunkban van tolva. Mm. A, beszéltünk arról többször, hogy tulajdonképpen ugye a tudatam, vagy a tudat alattiban lévő traumáink és feldolgozatlan események, ezek a sztorik, a hiedelmeink, minden, ami remélem hamarosan kiderül, hogy ez a tudat, meg a tudat alattiban van, mert hogy készültünk egy kisebb prezentációval már. Hogyan tudják ők befolyásolni és irányítani az életünket? Tehát a, ezek a tudatalatti tartalmak, amik végül irányítják az életünket. Hát 98%-a, ami a, a minket irányít, arról mi nem tudunk. Ezek a, ez, amit te is említettél, a hiedelmeink, a programjaink, az árnyaink, az ellenállásaink, ebben ott vannak az egó típusú védelmezések, meg hárítások is. Mondjuk azt, csak így számilag, hogy körülbelül van egy millió belső programunk. És ebből a háttérprogram, ez olyan, egy operációs rendszer, ebből mindig a legaktuálisabb ezer fut. Tehát, hogyha én alszom, akkor alig fut belőle ebből ebb, ebb az egymillió programból csak mit, mint egy pár száz, ami a testet lélegezteti, ami minket biztonságban tart, és felébreszt, hogyha, nagy Isten, föl kell kelnünk, vagy valami veszély van, vagy a wc kell menni. Amikor viszont mi vezetünk, vagy amikor már éljük az életünket, munkába megyünk, akkor sokkal, de sokkal, sokkal több program indul be, és eh, ahogy mi emberekkel találkozunk, ahogy mi emberekkel energiát cserélünk, szavakat cserélünk, akkor bizonyos ilyen szabrutinokban, hogyha szabad így a, a programozás nyelvét használni egy picit, ezeken a szabruti, szabrutinok így felugranak. És ezeket hívjuk, ezeket a szabrutinokat mi vagy reflexnek, vagy, vagy, vagy hát most megint angolul fordítok, de hogy triggereknek hívják. Tehát mikor valami minket mondjuk zavar egy másikba a beszéd stílusa, bizonyos szó vagy egy energia átjött, ami bennünk diszonenciát teremt, és akkor ezek ezek a szabrutinok. Tehát 98%-a az elménkben ilyen szabrutinok vannak, és eléggé esemény specifikusan jönnek fel. Nagyon érdekes, mert hogy a prezentációdban is elmondod azt tulajdonképpen, hogy minden, amit mi így a látható életben megtapasztalunk, az valójában az elmei tartományunknak csak egy-két százaléka. És az összes többi az teljes egészében a tudattalamban van. Azt jól mondom? Igen, igen. És ez egy valamilyen szinten egy nagyon fontos tudnivaló, mert ad az embernek egyféle, egy ilyen ébresztőt, egy ilyen aha értem, ami... Ugye ugyanakkor lehet, hogy egy kicsit olyan kényelmetlenséggel is jár, hogy én ennyi, még ennyi minden van, de hát én ezt azért említem, és annyira nyíltan, és annyira ilyen egyszerűen és tárgyilagosan, hogy a, vannak olyanok közöttünk, aki már tényleg nagyon sok belső munkát végzett, és mégis valamilyen szinten úgy nem találja a megoldás, valamilyen szintű ilyen kihívás még csak marad és marad, és ez azért van, mert ebben a... 98%-os mély tudattalan tartományban ott még vannak olyan fűtőszálak, amik még így alulról a felső rétegeket még a táplálják. Azt is említetted korábban, hogy vannak, akik ugye nagyon sokat dolgoznak saját magukon, de mégis van az életüknek egy olyan területe, ahol a rengeteg önmunka, önfejlesztés, megoldás ellenére is újra és újra találkoznak ugyanazzal a mintázattal, vagy ugyanazzal a problémával. Tehát olyan, mintha egy ilyen mókuskerékben futnának örökkön örökké, és mégsem tudják megoldani. És elejtettél egy olyan mondatot, hogy pontosan ott, ahol van egy ilyen újra és újra generálódó traumánk, valahol ott van elrejtve az életcím, sok esetben vagy a sors feladatunk. Ez így van? Igen, ez így van. Vannak olyan esetek, vagy olyan szituk az életünkben, és mindenkinek egy picit más, hogy ahogy te is mondtad, hogy dolgozzunk rajta, elengedtünk már ezer réteget, már ennél a gyógyítónál voltunk, már ezt a modalitást kipróbáltuk, és lehet, hogy egy bizonyos átmeneti időre kapunk egy, egy kis nyugalmat, mintha, mintha megoldottuk volna, és akkor bum, visszajön. Na most, ahogy említettem, ez azért van, mert nagyon rengeteg rétege van az elmének. És lehet, hogy a felső tízezer réteget megoldottunk, viszont lehet, hogy alatta ott vannak még olyan ősi történetek, vagy olyan karmikus történetek, vagy olyan életcél típusú történetek, hogy ha törik, ha szakad, még a fájdalom ellenére is ezt meg kell hozni, vagy be kell teljesíteni. A az önszabotási mintáinknak van egy olyan nagyon érdekes formája, hogy amikor fáj a fejünk, fáj a hajunk, tudod, itt fáj, a hajunk, akkor azt ki, mi ar arra használjuk fel, hogy nemet mondunk bizonyos dolgokra. És az univerzum, meg a lélekszerződés, a mi lélekszerződés, meg van egy olyan, hogy ha törik, ha szakad, is meg fogom csinálni. Tehát valamilyen szinten erőre késztet, csak ezt mi nem tudjuk, amíg át nem dolgozzuk magunkon ezeket a gyengítő a funkciókat. Uh -huh. Említetted azt is, mert szerintem nem egyszer, hogy amikor a keletkeznek a traumáink gyerekkorban vagy fiatalkorunkban, teljesen mindegy mikor, és olyan 10-15-20 évvel később jelentkeznek általában a súlyos következményei vagy tünetei, különösen mondjuk, hogyha valami komoly betegségről van szó. Mi az oka ennek a komoly időeltolódásnak? Okay. Miért nem tud rögtön jelentkezni mondjuk az a betegség, vagy az a személyiségváltozás, vagy zavar? Tehát úgy így gondolok, hogy félénkség például. Oké. Okay. Hát ennek két fő oka van. Az egyik oka az, hogy az ego, az próbál minket meggyőzni arról, hogy ha elnyomunk valamit, az a megoldás, és akkor ad nekünk 15-20 évet, tehát ez az egyik. A másik egy kicsit technikaiabb a magyarázat az ar arra, hogy attól, hogy mi valamit elnyomtunk, attól az még ott van, megoldatlanul és rezeg. És akkor erre jönnek majd a fedőtörténetek, hogy a kompenzációk, meg ahogy mi arra szitulra reagáltunk, és akkor van még egy olyan, egy olyan teória, amit úgy a gestalt teória, ezt azt hiszem, hogy beszéltük a múltkor, hogy minden, ami valamilyen rezgéssel bír, valamilyen energiával bír, az az idővel növekszik. Ez nem rossz, ez így van. Ez olyan, mintha a kis magokat ledugtunk volna a földbe, és akkor az elkezd utóbb, tudod, egy, egy terebélyesebb növényi formálódni, és ez történik az érzelmeinkkel. És ezért, mikor bármit elnyomunk, ami egy nagyon veszélyes valami, akkor az elkezd idővel terjedelemben növekedni, és mikor már nem tudjuk figyelmen kívül hagyni, akkor egyszer csak ott van. Tehát, hogyha egy, egy, tudnánk korrigálni még akkor, ha tudnánk a traumatikus pillanatokban gyorsan feloldani ezt a pár tucat, vagy lehet, hogy száz ilyen kis apróbb mikrokonfliktust a trauma alatt, akkor ez soha nem történne meg de mint minden traumára úgy reagálunk, hogy na, ide jövök többet, meg tudok, akkor nagyon dühösek leszünk, és akkor mindent elnyomunk, és akkor durcásan, fájdalmasan mi folytatjuk az utunkat, de attól függetlenül a batyuba maradott ez a rengeteg feldolgozatlan érzelem. Ez én nekünk létszíves a tudatnak a struktúrálódásáról, ugye, mert ugye a legfőső réteg az, ami a számunkra látható világ, és akkor alatta van egy igencsak terjedelmes réteg, ami már, amiben már nem tartozik bele a számunkra látható világ, és az alatt van az a réteg, ahol ilyen nagyon mély, nagyon sötét, ilyen traumatikus területek vannak. És ugye ezek azok a tartományok, amik lényegében irányítják a, az életünket. Jól mondom? Feltételezem, feltételezem azt is, hogy ugye ezekben a nagyon sötét, nagyon mély régiókban egyszerűen olyan történetek bújnak meg, annyira régmódból, amihez képtelenek vagyunk így önállóan hozzáférni, hogyan lehet meggyógyítani ezeken a területeken fekvő vagy elrejtett traumákat. Hát a gyors válasz, a vicces válasz, hogy nagyon óvatosan, <laughs> mert ez a, a háromszögnek ez a legesleg alja, ez egy olyan tartomány, hogy akár több tízezer konfliktus is lehet benne, viszont annyira kívül áll a szóráson, és annyira kívül áll már a képzelő erőnkön is, hogy, hogy egyszerre nem tudunk róla. Tehát ez talán úgy lehet elképzelni, hogy hogy... Van egy komplex rendszer, mondjuk vegyünk egy autót, mivel én egy srác vagyok, ez talán ilyen a legegyszerűbb, és az tele van mindenféle alkatrészsel, még ilyen cél, vagy számítógépek is vannak az vezető ülés alatt, meg az utas ülés alatt. És addig nem tudjuk, hogy az ott van, amíg el nem romlik, vagy valami probléma nem keletkezik benne, addig ez a több milliós rendszer gyönyörűen funkcionál. És mi is így vagyunk összeállítva, hogy funkcionálunk, 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 amíg egyszer csak valami nem történik, és akkor, mint jó detektívek, elkez, el kell kezdeni keresni, hogy ez honnan jön. És ebben a nagyon mélyes, sötét, dramatikus terület, itt van az asztrásik. Ebbe belesik a, a, az akasa. De itt vannak olyan, olyan történetek, hogy tényleg, hogy említettem, az ember, égnek áll. Tehát ez, ez nem olyan, hogy ezt én most tudod, el tudom magyarázni az emberek, mert azt meg, hogy én? Hát ne, ilyen nincs, de van. És az a baj, hogy, hogy, a rétegeződések olyanok, hogy ez az alsó réteg befolyásolja a fölötte lévőt. Ez befolyásolja a fölötte lévőt, és akár több tízezer rétegen keresztül nem látunk le, hogy mi van a föld alatt. Ez természetes, tudod, megnézzünk a földre, látjuk a füvet, de már a gyökerét nem látjuk. Az alatt van egy másik réteg, másik réteg, ennek viszont, aminek én nagyon, nagyon örülök, hogy is sikerült rálelni, megoldani magamban, van egy, egy olyan precíz logikája, amit ha követünk, akkor tényleg a legvadabb, legfurinkább, meg legdestruktívabb, vagy ilyen romboló traumákat is el lehet engedni. És ez a felszínen úgy fog mutatkozni, hogy jól vagyunk. Meggyógyul a testünk, az emésztőrendszerünk, a kapcsolataink rendbe jönnek, egymással ugyanúgy, mint a romantikussal, a kategóriában, és visszaáll az élet egy olyan egyensúlyos a szituációba, hogy nem csak jobban vagyunk, hanem sokkal erősebbnek érezzük magunkat, és mintha olyan szinten más emberek lennénk, hogy már teendőnk is van. Tehát uh -huh. ez a, a, a mi teendőnk, az élet cél, az is nagyon-nagyon mélyen el van nyomva, és mindenféle konfliktussal gyengítve van, és el van úgy bújtatva, hogy Eleve ne tudjunk róla, a másik meg, hogyha próbálnánk hozzáférkőzni, akkor az fáj, az félelmet kelt, vagy valami másféle fizikai a, fájdalmat. Hívhatjuk az életcélunkat egyébként úgy is, hogy küldetés? Én azt mondanám, hogy igen. Én azt mondanám, hogy igen. És ami ebben nagyon érdekes, hogy mindenkinek más lehet, hogy hasonló, de más. És ez, a, ez, amikor el tudjuk engedni igazán az eddigi berögződöttségeinket, tehát ez a mátrixos gondolkodást, hogy jaj, versengenem kell ezzel, ez egy kicsit jobb ebbe, hogy én akkor most hogy építsem magam fel úgy, hogy biztonságban legyek, de jobb legyek, tudod, ezek nincs szükség, amikor már olyan tudatossági szinten járunk, hogy már bevállaltuk önmagunkat, mert amit az az illető tud, azt én nem tudom, viszont amit én tudok, azt csak én tudom ezen a Földön. Uh -huh. Úgy abban a kategóriában. Tehát nincs versengés. Értem a küldetésünknek, tehát tulajdonképpen az isteni küldetésünknek mindig van egy olyan aspektusa, hogy abban valahogyan a kollektívért tennünk kell valamit, vagy a kollektívért kell tennünk valamit, vagy nem feltétlen, és lehet. Az életcélunk, hogy a küldetésünk mögött olyan is, ami egy ilyen teljesen magányos út, és igazából a saját személyünknek a jobb áttétele a feladat. Ez, ez, ez egy jó, komplex kérdés, mert mind a három státuszát meg kell, hogy éljük. Amikor mi rálépünk erre az útra, ami érdekes módon idegennek tűnik, az átlag elme számára, hogy jaj, hát miért, mennyivel több pénzt tudnak keresni, hogyha itt dolgoznál, mint mondjuk én egy mérnök, vagy stb. Miért különc Mit, mit spirizeli, tudod, stb. stb. Azért kell spirizni, mert különben kimurdelünk, Tehát nem fogjuk túlélni, Muszáj, csak ez az egyedüli útja van annak, hogy, 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 hogy életre keljünk. Elebb ez a sok feldolgozatlanság ez ránkomlik. Amikor mi elkezdjük ezt a spirituális utat, akkor nagyon izgí, Akkor rengeteg barátunk van. Jaj, de jó, gyere, te is meditálsz, fú, de jó, és cicanalda, meg répalé, meg tudod, minden ilyesmi. És az átlépünk egy bizonyos szinten, és akkor nagyon-nagyon egyedüli, vagy ilyen magányossá válik az út. De az csak azért, mert nagyon mélyen az egónknak van egy olyan árny, ami úgy hogy lázadó. A lázadó. Az már ott van egy millió éve, és ez betette velünk azt a hirdelmet, hogy egyedül vagy. Ezt mi elhisszük, azért hiedelem, és az szerint cselekszünk, mert mi a hiedelmeink szerint cselekszünk. Amikor viszont ezt mi fel tudjuk oldani, akkor látjuk a hasonlóságot és a különbséget másokban úgy, hogy ebből szimbiotikus kapcsolatokat tudunk teremteni. De amíg az ember ez, a, ez az egyedüllét, ma magányos farkas hiedelemrendszer van, addig eléggé fájdalmas lesz. És akkor visszamenve az első a kérdésedre, igen, minden életszél arról szól, hogy a közösségért. Ezt nagyon könnyű félreérteni, mert legtöbb ember úgy értelmezi, hogy önfeláldozó dolgokat csinálunk, de nincs önfeláldozásra szükség. A közösségért rajtam keresztül és az igazi, a végső formája a teremtőt szolgálva. Tehát, hogyha mi túljutunk ezen a rengeteg, több ezer lépéses rétegen, hogy már tudod, van a, a, a rengeteg konfliktus, a spirituális egó miatt, akkor a spirituális magányosság miatt, és amikor ezzel már túl vagyunk, és már úgy tudunk segíteni, hogy már az nem azért van, hogy nekünk, mint egyéneknek az egónkat a táplálja, hanem mi a teremtőt szolgáljuk, a teremtő csak olyan kérést fog irányunkba rendelni, vagy vagy adni, ami hát. mindenkinek jó. És jól sejtem, bocsánat, közövágtam. Ne, ezt te kérlek. És annyi mondtam, hogy ez egy, ez, egy nagyon érdekes, mert valami szinte nagyon félünk, viszont ez a legegyszerűbb út. Sokkal több energiánk marad, sokkal több szabadidőnk marad, és, és valamilyen szinten ettől nagyon félünk, hogy bevállalni ezt a nagy, idézőben nagy valamit, mert azt hiszük, hogy a mi életünk, a jelenlegi életünkben valami ki fog maradni, és ez nem így van. De ha jól sejtem ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz ki kell tisztítani az elménket, és el kell jutnunk a Krisztusi tudatosság szintjére. Hát a Krisztusi tudatosság az egy elég kemény dió, tehát az nem egy, az nem olyan, hogy megmásztam a Gellért hegyet, és ma ott vagyok. Tehát ez egy, hogy mondjam, ez egy process, az egy folyamat. Nekem az így, a, így ha visszanézek, a tapasztalatom, hogy ha vannak az embernek jó mentorjai, akiknek vannak olyan elérései, vagy, vagy úgynevezett eredményei, amire mi fel tudunk nézni, és tényleg ez a mentor az őszinte is segít minket, akkor az út minden lépésébe lehet egy, egy gyönyör. A, a krisztusi tudatosság az már szinte egy olyan szint, hogy már olimpiai bajnokok vagyunk. Mit akar egyébként? Mert hogy én most kicsit így naivan azt gondolom, hogy a Krisztusi tudatosság az egy olyan tudatossági szint, ahol maga a Krisztus is volt, tehát Jézus. Vagy ezért ez, ez ennél sokkal több, bonyolultabb, komplexebb, egy kicsit fel is kikérlek, hogy hogy, hogy hogy képzeljük el azt, aki ilyen tudatosságot képvisel, az, aki már ezen a szinten van. Erről majd csinálok egy másik videót a, egy, egy, kedves hölgyel, az bármelyik nap kijöhet, de elmondok neked egy pár, válaszolok egy pár tél A krisztusi tudatosság az, amikor ez a, ez a raktárhelyiség kiürült. Már nincs bennünk bíráskodás, nincs bennünk polaritás, nincs bennünk dualitás, nincs bennünk félelem. Nem félünk attól, hogy valaki megtámad minket, nem félünk attól, hogy valaki lejárat. Tehát a traumáink fel vannak oldva, a belső, a töredezett elménk integrált. Nem lehet minket megfenyegetni, nem lehet minket megvezetni, nem lehet minket lefizetni. Tehát egy hogy olyan tudatosság, egy ilyen nagyon egyenes, becsületes valami, de viszont egy nagyon szerető tudatosság. Ettől az emberek egy picit uh, úgy, úgy, ahogy te is mondtad, hogy mintha belenézünk ebbe a raktárhelységbe, és akkor ott van az a millió papírlap, és mindegyikre van egy pici firkantás, és akkor tudunk csak igazán előrelépni és emelkedni, mikor ezt a papírlapot megnézzük, elolvassuk, és utána kivisszük. Jön a következő, és a, a ez egy picit a ijesztő a legtöbb embernek, de a Krisztusi tudatosság az egy. az nem egy kis pályás valami. Tehát megvannak a maga előnyei, megvannak a maga nehézségei, és, ahogy említettem, erről fogok csinálni egy, egy, egy bőve előadást, mivel rengetegen kértétek. Mert ugye a Krisztusi Tudatosság alatt ráadásul még egy szint van, vagy igen, tehát egy még magasabb szint, hogy tudjunk, és ez a Szolár Krisztusi Tudatosság. És ez az az állapot, amikor már teljesen feladtuk a szabad akaratunkat. Oké. Okay. Tehát ez, ez jó, hogy említetted, a Krisztusi tudatosság az még nem maga a töké, ha szabad így fogalmazni, mert a Krisztusi tudatosságban még mindig ott van az individualizmus. Tehát ott még az van az egyéniség, tudod én vagyok a Robia Jani, tudod én vagyok a hipnotista én, de, de, de ettől függetlenül már nincs bíráskodás, mert nincs a külvilág felé semmi, csak gyertek, mindenkit szeretek, és egy hatalmas parti az élet. És a Krisztusi tudatosságból még az is hiányzik, hogy a szabad akarat, ahogy említetted, az nincs bevállalva. Tehát ott még mindig van egy kis olyan szintű, talán az egónak egy ilyen icipici foszlányos funkciója, amikor azt csinálunk néha, amit akarunk. És a, a nap, vagy a szólár Krisztus tudatosság, az meg olyan, hogy hogy teljesen feladni ezt az azt csinál, amit akarok, és csak a Teremtőt szolgálni. Uh -huh. Ez, egy, ez, ez a technikai nyelvezetek szerint ez 8 oktával van följebb, mint a Krisztusi tudatosság. Ezt tudom, hogy nem jelent sokat a legtöbb embernek, csak hogy ez egy, ez egy olyan tudatossági szint, hogy eléggé áldozat kész, vagy ilyen áldozati dolognak tűnik, hogyha úgy messziről rátekintünk, viszont ez a szólár, vagy ez a nap tudatosság, ez az isteni tudatosság ebben a szituban mi úgy tudunk teremteni, hogy így. Tehát az igazi a, a gátlás, vagy, vagy a gátoltság nélküli teremtés számunkra rendelkezésünkre áll, és olyan erővel fogunk bírni, hogy, hogy már egyszerűen az, az élet az a mi partnerünké válik. Nem egy, nem egy valami félelmetes masina, ami csak egy nagy ilyen keréknek tűnik és amit le kell küzdeni. Ha kíváncsian várom akkor ezt a videót a, a Krisztus és a Szolá Krisztusi tudatossággal kapcsolatban, akkor viszont mi kanyarodjunk vissza a traumáinkhoz, és ugye a traumák nagyon komoly tünetei, illetve következményei vannak az életünkben, és szeretném, hogyha erről beszélne egy kicsit, mert hogy nem csak betegségeket hoz magával a feloldatlan pénz pénzproblémákat, párkapcsolati problémákat, akár munkahelyi problémákat, de, de, depressziót, túlérzékenységet, és így tovább, hogy, hogy erről kérlek, beszélj nekünk egy kicsit hosszasabban, hogy mi minden várható akkor, hogyha nem dolgozzuk fel a traumáinkat, vagy nem dolgozunk velünk. Oké. Okay. Hát, ugye 15-20 évig olyan sok minden nem látunk, és akkor egyszer csak jön egy vállás. Akkor egyszer csak jön egy valami szinte betegség és megjelenhet ez párkapcsati problémák, amit említettem, vagy munkahelyi problémák. Nál van olyan, hogy a munkahelyi zaklatás. Tehát, hogyha valaki például nekem azt mondja, hogy jön hozzám egy kliens, vagy te Robi, már nem bírom tovább ez a csáva, zaklat, akkor én tudom, hogy vannak feloldatlan traumák. Nagyon sok Bocsáss, meg függőséghez vezet, hangulat ingadozásokhoz, azt hiszem, hogy ez elég könnyű. Ez, ez valószínűleg nagyon sok embernél van. A depresszió is egy ilyen valami, mert igazándiból nem sokan tudják ezt a típusú megközelítést, hogy a depresszió az egy magunk ellen fordított agresszió. És csak akkor vagyunk agresszívok, hogyha megoldatlan traumáink vannak. Feldolgozatlan traumák ugyanakkor vezethetnek túlérzékenységre. Lehet, hogy az emberekbe ez úgy jön ki, hogy érzékeny a másik energiájára, érzékeny a szagára, a viselkedésére, és így tovább. Sok emberben kijön a kontrollkényszer. Vannak ilyen hárító, vagy ilyen elkerülési viselkedésformák, néha úgy is kéne, hogy ilyen elkötelezettségi, vagy elköteleződési érzés van az emberek, ilyen megfelelési vágy, vagy ilyen kényszer akkor az agressziónak ott van a, egy kompenzált verzió, hogy ez a passzív agresszív viselkedés. A, van még egy olyan, ami próbáltam most már évek óta felhívni az emberek figyelmét erre, hogy mikor pszichés vagy ilyen, ilyen pszichés támadások érnek minket, az is, ami oldatlan traumáinknak ilyen nyitott portáljai engedik be ezeket a támadásokat. Akkor a... Elég gyakori a mai napon ez a narcisztikus személyeknek a bevonzása, és akkor van egy ilyen áldozati szerep a szegény én. Miért vonzom be ezeket a narcisztikus embereket? Bezzegén. És nagyon sok veszélyes, erős önértékelés problémához vezet. Az érdemtelenség az természetesen mindig ott van, hogy ezt mi nem érdemeljük meg, ez nekünk nem jár. Van olyan aspektusa a megoldatlan, a traumáknak, hogy olyan határozatlanná válunk. Akkor ebből a több mindenből jön olyan, hogy önszabotás. Ugye ez egy, megint egy eléggé hétköznapi szó, de az önszabotásnak is akár van több száz vagy több ezer verziója. És az önszabotás mögött vannak önkorlátozó döntések, és vannak olyan láthatatlan támadások a külvilág felemére, mi nem is tudunk ezek a tudattalan vágyak arra, hogy büntessük saját magunkat, azok egy ilyen mások irányába úgynevezett büntetés, tehát próbáljuk a szüleinket büntetni, próbáljuk a partnerinket büntetni, amin keresztül magunkat büntetjük. Ez is egy nagyon tipikus a aspektus a megoldatlan traumáknak, vagy, vagy legalábbis a jele, akkor van egy olyan érzésünk, hogy mi a megmentésre érdemtelenek vagyunk. Ez egy nagyon-nagyon furcsa dolog, mert, mert olyan egyszerűen hangzik, és olyan mély súlya van, olyan nagyot nyom a labba, hogy ha mi úgy érezzük, hogy mi érdemtelenek vagyunk arra, hogy megmentsenek, akkor nem fogunk segítséget kérni, nem fogunk a problémáinkról beszélni, lemondunk az életről. Tehát ez az leges dolog, amit szeretnék ugye átadni a hallgatóknak, hogy ha úgy, érzi, úgy érzitek, hogy érdemtelenség érzés van, annak irányába, hogy megmentsenek, tudom, ez nagyon fura meg a magyar talán, de ha a logikáját nézzük, akkor ezt, ezt, ezt engedjétek el. Tehát ez mindenki, aki becsüli magát eléggé, akkor ez, az, ez a megmentésre való érdemtelenség, ennek, ennek el kell menni, ennek távozni kell, különben ez az önszabotás legerősebb formája. Akkor még egy párat említek, így a feloldatlan traumákból, ami, ami jön, az a pánikrohamok. Egyre gyakoribb ma. Tudod, hogy említettem ezek a az érzelmek, a feldolgozatlan érzelmek, meg vibrációk ezek egyre intenzívebbé válnak a mélyben, és egyre inkább ilyen erős, pánikromszerű a, 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 a pánikszerűen törnek a felszínre. Vannak olyanok, hogy túlélési félelmek, ez egy kicsit trükkös, mert amikor mi érzünk magunkba egy szorongás, vagy egy félelmet, akkor az egy olyan dolog, hogy akár... 20-30 irányból is jöhet. És az egyik nagyon fő irány, ami nagyon domináns így a mai világban, az az, hogy hát ez a félelem, ez ezt jelenti, e mögött ez van, mint egy dominósor. És akkor a legutolsó dominó az arról szól, hogy mi úgy érezzük, mi azt hiszük, hogy mi nem éljük túl. A pénznek is van egy ilyen egy ilyen energiági úgy nincs pénzem, és akkor az ember bepánikol. És akkor én mondtam már egy pár kliensnek, meg egy pár ismerősnek, hogy a hiedelemrendszert úgy lehet szépen elkezdeni lebontani, hogy oké, okay, és ez az érzés ez mit jelent? Ez mihez fog vezetni? És az mihez fog vezetni? És az miben nyilvánul meg? És az ember egy picit úgy hajlandó az érzelmei ellenére egy kicsit logikusan áttekinteni ezt, előbb-utóbb eljutunk egy olyanra, hogy hát nem fogom túlélni. És amikor látjuk ezt a logikát, akkor látjuk, hogy az egész egy keszekusza, és nem igaz. Mert túl fogjuk élni. De ezek a túlélési félelmek, ezek nagyon-nagyon-nagyon intenzívek és erősek, főleg a szexuális és a fizikai a traumáknál, amikor haladunk tovább, akkor lesznek ott majd a, a, a föld magától, a természettől való félelem, abban is van ilyen. És talán még két ut utolsó így ötletre, hogy a ilyen frusztrált, elég telen élet, jelentéktelen élet és céltalan élet is felfedezhető a megoldatlan trauma mögött, és hát azt hiszem, hogy ez épp elég példa volt arra, hogy az ember úgy lássa, hogy tényleg ezek ezek komoly dolgok, viszont amikor már valamire az ember általán ráérez, akkor szépen el lehet, van, van egy metodikusan el tudjuk őket engedni. Minden zavar mögött, amit most említettél, nevezzük őket zavarnak tulajdonképpen működési zavarnak, konkrét trauma típusát, tehát ha bemegy hozzád egy kilencs, és azt mondja, hogy én nekem kontrollkényszerem van, és folyamatosan mániákusan mindent kontrollálnom kell, akkor te tudod, hogy milyen jellegű trauma állhat mögötte? Van egy általános elképzelés, de... Egy komolyabb mélyebb interjúra van szükség, meg kell ismerni a szemét, mert a legtöbb dolog, amit mi így átadunk, vagy jellemzésbe kimondunk, az már valamilyen szintű egy ilyen kompenzációs dominósor. Megkérdezem a klienseket legtöbbször, hogy aki mesélj apuról, mesélj anyuról, bántottak-e téged? És, és a szó környezetből kihallom azokat a, a traumákat, azokat az elakadásokat, amik éppen abban a, arra a sessionre, vagy arra a... A, a személyre aktuálisak. És akkor azt én megosztom velük, feloldjuk azt, és akkor jön a többi dolog, akár egy hónappal később, vagy több hónappal később, mikor már elérhető, elérhetővé válik. Tehát akkor tulajdonképpen többféle, vagy másféle traumák is állhatnak mögötte. Tehát Igen. nem csak egyféle. Te. Kezdjük akkor el, vagy kezdjünk el beszélgetni a konkrét traumákról, mert hogy 14 traumatípus van. Ugye? És az első az a, az érzelmi bántalmazás, vagy másképpen az érzelmi trauma. Erről mesélj nekünk egy kicsit, hogy mi minden tartozik ebbe a trauma kategóriába. Oké. Okay. Um, jó sok minden. És... Uh, Felsorolok egy pár dolgot, és akkor mindegyik mögé szerintem minnyájunknak van olyan története, vagy van olyan hozzáférhetőség, hogy oké, okay, ismerős, igen, ez valami is megtörtént. Tehát az érzelmi trauma, amikor valaki minket verbálisan bántalmaz, ennek van különféle formái. Ha ne, hogy Isten belünk, valaki kiabál, vagy ordítozik, az is ebbe a kategóriába tartozik, mikor ránk kiabálnak vannak ezek a névadások, ilyen gúnyos vagy rossz indulatú megszólítások, lekicsinlések, zaklatások. Van olyan, hogy megfenyegetnek. Tehát nem bántottak fizikailag, semmi fizikai kontaktos nem volt, de megfenyegettek. Emlékszem, beszéltünk, hogy ez az akár dodogáshoz is vezet. Igen. Vannak bántó megjegyzések, ilyen ítélkezések, akkor ezek mögött vannak a sértések, megbántások, narcisztikus viselkedési formák, zsarolás, ugye ami egy nagyon-nagyon érdekes, egy, egy érzelmi trauma, mert egy olyan bezártságot vagy olyan lehetetlenséget okoz, hasonló, mint mikor a megfenyegetnek minket. És megfélemlítések, akkor van a gázlángozás, a szidalmazás, vulgaritás. Ami nagyon érdekes, mert ahogy én is dolgoztam az Egyesült Államokban rengeteg ilyen multinál, meg ugye mérnökök között, megtanultam egy csomó érdekes dolgot a vulgaritásról. Van egy -két, volt egy-két olyan mentorom, aki állandóan káromkodott. És hogy nézem, mondom, hogy ekkora agy, miért van szüksége erre a szóhasználatra is, azt mondta nekem, hogy azért, mert olyan szinten az embereket kitolja a komfortzónából, hogy akkor ő meg tudja találni, vagy meglátja az éppen aktuális gyógy, gyógyítani valót. A vulgaritás még azt is így számomra jelzi, hogy ez a bizonyos ember, aki káromkodik, az nagyon-nagyon mélyen érző ember. Ugye minél érdekes, hogy ezek a nagyon-nagyon mélyen érző emberek azok általában, amikor el vannak akadva, akkor káromkodnak és ilyen vulgaritást használják akkor az érzelmi ilyen traumákban benne van a tiszteletlenség, ugye azt hiszem, hogy ez ért mindegyikünket rendesen, gyűlöletbeszéd, akkor itt van egy olyan átkokszórása, tudod, ez egy kicsit mélyebb az átkokszórása, és ilyen elnyomás vagy nyomás alkalmazása. Tehát azt hiszem, hogy ez egy eléggé egy erős lista, de az én véleményem szerint én eddig nem láttam még embert, hogy, hogy ebből legalább egy tizet ne ismerne föl, vagy nem mondja arra, hogy igen, ez, ez velem is megtörtént. Igen, ez tipikusan, különösen egyébként gyerekkorban traumatizálódnak szerintem nagyon sokan, főleg a kiabálás, és hát például az iskolában, mert ebből nagyon sok olyan dolog van, amit felsoroltál, ami az iskolában, én azt gondolom, Mindennapos, tehát még Magyarországon is, tehát a kiabálás vagy például a megszégyenítés. Az is ide tartozik az érzelmi bántalmazáshoz? Igen, most természetesen lehet minket megszégyeníteni fizikai síkon, hogy jól, meg, 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 meg szexuálisan is meg lehet minket de, szégyeníteni, de érzelmig is meg lehet szégyeníteni minket. És ez azért nagyon veszélyes. Mert innen keletkeznek az árnyaink, egy megszégyenített aspektusunkból. És attól függ, hogy milyen érzelmi állapotban vagyunk abban a pillanatban, vagy hogy az evolúciónk, tehát a törzsfejlődésünk milyen fokon jár, ezt a megszégyenítést mi tényleg vagy át tudjuk lépni, vagy, vagy nagyon erősen át tudjuk lépni és kompenzálunk, vagy nagyon erősen befogadjuk, és a az, az energia szerint fogunk élni. Tehát sokat dolgoztam kliensekkel, aki tényleg komoly meg, meg, tehát verbálisan is, meg másképp meg voltak szégyenítve, és nagyon-nagyon-nagyon félénk viselkedési formákhoz vezet. Hát ez, ez egy komoly dolog. Igen, ezt akartam kérdezni többek között, hogy azért így az érzelmi bántalmazás, az érzelmi traumak általában tapasztalatod szerint milyen jellegű zavarokhoz vezetnek, mit sikerült megfigyelned az évek alatt. Oké, okay. nagyon sok mindent. És, és olyan érdekes, mert ahogy te is említetted a múltkori beszélgetésünkben, meg én is említettem más videóban, hogy a legtöbb emberben az játszik le, vagy legalábbis az az asszociáció, bennem is ez volt, hogy a trauma az, csihi puhi, tudod, valami nagy konfliktus, de az ilyen érzelmi traumák nagyon komoly dolgokhoz vezethetnek, és ez nagyon sokat megtörténik például kapcsolatokban, megtörténik az iskolában. Sokat dolgoztam férfiakkal, srácokkal, így a világ több részéről, és van egy nagyon érdekes, egy ilyen bújtatott ilyen logika, hogy a, annak a srácok például, akinek prostata problémája van, ez lehet rákos megbetegedés, lehet gyulladásos megbetegedés, de azt a férfit megszégyenítették, mint egy férfi. És ez a trauma, ez a megszégyenítés, ez ilyen komoly dolgokhoz tud vezetni, hogy egyszerűen egy, egy, nagyon, fontos, egy, egy nagyon fontos funkciójú a szerv, mint mondjuk a prosztata, az begyullad, és akár rákos megbetegedést is kaphat. Szerencsére, hogy feloldjuk a traumát, akkor a test az követi ugye a, belső programinak az összességét is, és idomul, és ez gyógyulásnak is nevezhető. Hölgyeknél azt láttam, hogy az ilyen típusú megszégyenítés az vagy egy nagyon ilyen független, ami egy eléggé egy férfias energiába megy át, azt mondják, hogy akkor tudod, ide jövök többet, akkor leválnak, és átmenik ilyen férfias viselkedési formában, mivel a női oldalunk, az érzelmi oldalunk megsérült. Ez egy, ez egy nagyon gyakori példa. Vannak még olyan példák, hogy nagyon-nagyon ilyen, ilyen, hát angolul needy, nem tudom az magyarul mi, ha be kisegítenél, hogy, hogy olyan... Rászoruló. Igen, igen, egy olyan, hogy, jó, hogy segíts, már nem látod, hogy szenvedek, Ja, tudod, egy, mint, mint, mint igen. én lemondott szóval. Segítségre rászólunk. Igen, Egyen eszköztelenné válik a, a, a hölgy, és igazándiból minden, ami nagyon érdekes az elme rétegeződésében, hogy minden, ami ilyen gyengeség, vagy bátortalanság, vagy eszköztelenség, vagy tudod, ami, ami elég tipikus azért a legtöbb életben az alatt van egy nagyon-nagyon erős dű. Minden alatt ott van a dű. És addig nem tudunk gyógyulni, még ezt a dű rohamot, vagy ezt a több rétegű dű rohamot fel És akkor itt vannak az öntámadások is, tudod, hogy említettük. És hát ezekből a megszégyenítésekből, aztán azt hiszem, hogy kijutott nekünk akár több ezer is. De egy említettem, hogy Budapesten jártam általánosba, akkor középiskolába is, olyan csúnya dolgokat mondtak nekünk a tanárok, hogy hogy nekem azon keményen dolgoznom kellett. Akkor kiröhögtem, mert oda nagy pofájú tínédzser, az, az, az azt az hisz, hogy levetkőzte, de nagyon mély sebet a okozott. Tehát szerencsére tudom, ismertem a technikákat, de, de nagyon ütős volt. Igen, azt gondolom, hogy az egészen biztosan nem vagy egyedül, tehát ez, ez, a mai napig aktuális probléma, ezt a saját gyerekeimnél is látom, hogy, hogy azért bizony nagy sérüléseket tudnak okozni tanárok, de már csak azzal is, hogyha nem is őket, hanem egy társukat érinti a bántalmazás. Azon gondolkoztam itt közben, mert hogy többször, vagy sokszor említetted azt a jelenséget, amikor a személyes erőnket átadjuk, vagy eladjuk, vagy odaadjuk egy trauma során. Hogy pontosan ilyenkor mi történik? Mi ez a személyes erő? És hogyan történik ez az átadás? És milyen okból? Ez egy nagyon érdekes, egy összetett folyamat. Adok rá egy egyszerű magyarázatot. Ahhoz, hogy az élet tökéletesen funkcionáljon, egy nőnek kell az a női teremtő erő. A férfinak kell a férfi teremtő erő. És mikor ez a kettő, tehát van egy gyógyult nő és egy gyógyult férfi, akkor a kettő erő, női erő férfiből lesz egy úgynevezett ilyen mastermind. Ez egy nagyon érdekes és nagyon ritka jelenség a mai világban. És ez az erő, ez a teremtő erő, ez a férfinak az a, ha férfiról van szó, akkor ez a férfias megjelenés, ez a kisugárzása, ez az élet bevállalása, ha nőről van szó, akkor a nőnek, a női aspektus, az érzelmi, meg a női vezetési szerepeknek az anya szerepnek így a bevállalása. Amikor mi az erőnk teljében vagyunk, akkor mi jó döntéseket hozunk. Akkor nem félünk, akkor vagyunk határozottak. A határozottságnak ez egy ilyen... A határozottság az a... Az, a, az eredménye, hogy mi erősek vagyunk. A traumában viszont történik egy olyan, hogy mikor minket bántalmaznak, legyen, hogy említettük, van, az érzelmi, fizikai és a többi, akkor bennünk egy nagyon rengeteg dolog történik a másodperc töredéke alatt. Ha minket például egy férfi bánt, mikor kisgyerekek vagyunk, független attól, hogy milyen a, de a kislány vagy a kisfiú, akkor mi azt fogjuk mondani egy ilyen nagyon érdekes nyelvezettel, hogy ez a férfi erősebb, mint én de kimondjuk azt, hogy a férfiúi erő veszélyes. És én jönnek ezek a ilyen destruktív, meg romboló hiedelmek. Annyira logikus, de mégis logikátlan, és a másodperc töredék alatt megszületik. Ugye ez a férfi, aki engem bántott, vagy bántani akar, ennek az ereje veszélyes. És ezáltal mi automatikusan őt erősnek tituláltuk magunkat, meg gyengének. És abban a pillanatban, amikor magunkat gyengének tituláljuk, hogy erőtlennek, a kettő nem ugyanaz, mintha, de ilyen nincs, de mintha a saját erőnket, a férfi erőnket odaadtuk volna ennek a személynek. Ez egy nagyon furcsa egy energia, ilyen átadásos valami, és abban jelentkezik meg, hogy hogy fihelni fogunk ettől az illetőtől, később neheztelni fogunk rá, és valamilyen szinten alárendeljük ennek az illetőnek magunkat, de nem áll meg itt a, a, a dolog, hanem bosszú vágyunk is van e felé. És akkor, hogy jön a bosszú vágy, és próbáljuk a, a, a visszavágot, hogy ezt a támadást, ezt a, a, a folyamatot ugye tudatalanul, vagy alatt beteljesíteni, megriadunk ettől az erőtől. Tehát annak ellenére, hogy már átadtuk ezt az erőt, megriedünk a saját támadási erőnktől, és mindent elkezdünk leredukálni. Nézd meg, hogy a legtöbb traumatizált ember, hogy, hogy azért ilyen, hogy visszahúzódik, de hogyha felpiszkálod, akkor olyan, mint egy, tudod, egy ketrecbe zárt kutya. Ez az nagyon agresszív, nagyon, nagyon ingerlékeny, és ez azért van, mert ez a személyes erő, ez valamilyen szinten félre lett értelmezve, és amikor próbáltuk újra felhasználni egy törés után, akkor olyan belső fájdalmakat okozott, hogy inkább azt mondjuk, hogy én ezzel nem játszom. Ez olyan, mintha tűzzel játszanak. Szóval... És hogyha én ezt mondjuk kislányként élem meg, mondjuk egy erőteljes férfi traumatizál engem kislányként, akkor ha jól értem, akkor én az én saját férfi erői aspektusomat fogom neki odaadni. És akkor az, okay. vagy rosszul értelmeztem? Nem, 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 fejezd be, jó, oké, okay. két válasz van, bocsáss meg. Igen. Igen, a kérdésem az meg az lett, hogy akkor, ha ez így van, akkor az nálam később hogyan fog jelentkezni, hogyha én, én nőként a férfi előmet nem jelent meg. Amikor mondjuk a kislány bánt egy férfi, akkor ugyanez a, hogy mondjam, döntés, egy ilyen tudattalan döntés, hogy ez a férfi új erő, ez veszélyes. A lány azt fogja mondani, hogy oké, okay, hogy kövesd ezt a logikát, viszont félelmetes logika. Tök egyszerű valamilyen szinten, de marha komplex, mert tudod, megy tovább, mint a, fának az ágai. Azt mondja a lány, hogy egy, az erős, ez a típusú férfi, a férfiú erőveszélyes, akkor olyan később támadást, tudatalat támadást fog intézni a férfi energia irányába, hogy abból meg a saját férfias energiáját, a lány férfias saját energiáját fog el ez azt jelenti, hogy nem fog logikusan gondolkodni. Ezek a férfias aspektusunk, ami a logika, akkor a cselekvés, valami után menni, tehát ugye ez angol, ez az action. Tudod, hogy, hogy, valamiért menni, mert nem csak elmélkedünk, hanem hoz kell a cselekedet is. Ez a cselekedet, ez olyan, olyan mintha ilyen hiányos, hiányosságba megy át. És később, mikor ez a lány szerelmi kapcsolatot keres, mivel benne van ez a hirdelem, hogy a férfi erő, természetesen ezek töredezett fogalmak veszélyes, egy olyan férfit fog választani, aki mellett ő nem veszélybe érzi magát, hanem biztonságban. Tehát lehet, hogy férfiatlanabb férfit fog választani. Uh -huh. Mert az biztonságosabb. Milyen érdekes. Jó, ugorjunk a következő traumákra, hogyha egyetértesz, vagy kategóriára. Fizikai traumák, fizikai bántalmazás, mi minden tartozik ide? Hú, ha, oké. Okay. Tehát felsorolok egy párat. Itt akkor az ütés, a verés, a fizikai zaklatás, egyéb fizikai bántalmazások vagy fájdalom okozás akkor van ennek egy nagyon-nagyon durva a verziója ez a kínzás, csonkítás, testtorzítása, de sokszor ezek ezeket már mi magunknak csináljuk, mikor már annyira dühösek vagyunk. Annyira az egónak ez a dürohama már ön, ellenünk fordult, akkor van az a kínzás, csonkítás, testtorzítás. Amikor, bocsánat, az jutott az eszembe most így nagyon hirtelen, hogy amikor valaki saját magát vagdossa. Az is ide tartozik, amikor már saját maga ellen fordítja ezt a dühet? Igen, igen, igen. Az, egy, az, az a tehetetlen dű, és az pontosan, amit beszéltünk az előbb az erő és az erőtlenségre, annak egy ilyen tehetetlen dühös kifejezése. Mert hogy általában ezt egyébként úgy magyarázzák, hogy amikor valaki saját magát aggdos, az teljesen egyértelmű, hogy ott trauma történt, és nem is kicsi trauma. Igen. Ehm, Viszont, hogy azáltal, hogy saját magának okoz fájdalmat, fizikai fájdalmat, enyhíti az érzelmi fájdalmat, ami ugye abból a traumából ered, amit megélt. Hát így is fel lehet fogni, de igazándiból az az történik, hogy a tudatalatti elmében ez a, az ember, aki magát bántja, az éjjel-nappal egy ilyen hurokban van, és támadást intéz a valahi támadó ellen. És minden támadás, öntámadás a karmán, meg energetikán keresztül visszajön, és annyira fáj, hogy ahogy te mondtad, akkor próbáljuk magunkat bántani. Az egónak ez egy nagyon aljas trükkje, hogy magunkat próbáljuk, hogy ezzel elhitetvén velünk azt, hogy ezzel el fog múlni a fájdalom és emlékszel, többször beszéltem az egóról, és ennek nagyon sok rétege van, ez már a nagyon aljas rétege az egónak. Én értem, tehát akkor tulajdonképpen az az enyhülés, ami bekövetkezik akkor, minek utána az érintett személy ejtett magán egy sebet, az valójában ennek a bosszú a kielégítése, amit ugye az előtti támadó iránt érez, vagy amit rajta szeretne levezetni tulajdonképpen. Igen, nagyon komplex, és tudod, minél jobban ismerik a mélységeket, annál több magyarázat van. én, tudod, én, nem, én nagyon szívesen én, én elmondom, csak nem akarom, hogy túl magas legyen az embereknek. Tehát van egy olyan aspektus ennek a nagyon-nagyon mély egónak, hogy ő a teremtővel, ő konfliktusban van és verseng. És az a célja, hogy próbálja hogy hogy a teremtő az nem ért hozzá, az, tudod, az egy pancser, és még van az, hogy a Szent Grál, ami a testünk, hogy az egy isteni adoma, az isteni teremtés, és ez próbálja ön bántalmazáson keresztül megmutatni az univerzumnak, a teremtőnek, hogy azért is mi, mi tudjuk magunkat bántani. Tehát ez egy nagyon-nagyon furinka logika, de ez, ez az igazi mély aspektus. Tehát hogyha valaki hozzám jön ilyennel, akkor... Én én ide mennék ehhez a nagyon mély a egós támadáshoz a teremtő felé, és akkor az a, az, az illető az nagyon gyors gyógyulásba fog kezdeni. Mert amíg a viselkedést tudod, látjuk csak, addig nem tudjuk az igazi fűtőszálakat. Tartozik még ide a fizikai bántalmazás kategóriájába valami, amit még említeni szeretnél? Hát igen. Akkor vannak a balesetek. Most akkor vannak olyan balesetek, hogy, hogy tudod, az ember autóbalesetben van, vagy leesik a létráról, vagy, vagy stb. tudod. Ez természetesen akkor ez is egy fizikai trauma. Nekem volt egy olyan, hogy egy ilyen kis a marine, azt úgy hívják, egy ilyen katonas srác volt a, a, személyes edzőm, és nyakam rengeteg súly, de olyan súlyt, hogy én akkor már, nem is tudom, 40, már késői 40-es évén jártam, és sérvem le és tudod, azt meg kellett műteni, és ez is egy baleset. És miután megműtöttek, én olyan, olyan mérges voltam, és a testem is kiabált, és tudod, mintha őrjöntek volna, mintha ilyen, ilyen kis részecskék ott tomboltak volna, tehát ez is egy hatalmas fizikai beavatkozás, tehát a, a műtétek azok feltétlenül, ahogy említettem, a, ezek a sebészi beavatkozások, és... Annak ellenére is, hogy hogy... Ezek a beavatkozások azért tulajdonképpen azt a célt szolgálják, hogy jobban legyünk. De akkor is megéljük ezt traumának, és akkor is, hogy a altatásban végzik rajtunk? Természetesen, természetesen. Tehát ez mindegy ilyen eszmellel komoly energetikai háttérjátszma. Persze érte is érted, hogy meg kell műteni, hogyha a törött talál, vagy tudod, meg kell gyógyítani a, 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 a sérült testet. De az egónak ez a, ez a nagyon alacsony vagy a, ez a mély, nagyon mély dühös része, ezt úgy fordítja le, hogy tudod, hogy nagyon dühös lesz. Tehát, Tehát akkor tulajdonképpen minden fizikai traumának számít, amibe mi nem adunk beleegyezést tulajdonképpen. Igen, ez érdekes, amiben nem adunk, be, nem adunk beleegyezést. Uh -huh, Oké. Okay. De ha most na nagyon precíz akarok lenni a megfogalmazással, akkor a tudatalatti világban nincs olyan, hogy mi valamiben nem egyeztünk volna bele. Hm. Tudod? Mert tulajdonképpen mindenbe beleegyeztünk. Igen. Tehát lehet, hogy nem tudunk róla, azért tűnik pofonnak, de minden olyan precíz, precizitással működik a háttérbe, hogy a tapasztalatlan vagy az ismeretlen szemnek ez randomnak tűnik. Hm. E, ugorjunk akkor a harmadik traumára, ami részben valahol fizikai, meg érzelmi trauma is, ugye ez a szexuális bántalmazás. Mi minden tartozik ide? Há, jó sok minden, és ez egy nagyon kellemetlen téma, amúgy viszont nagyon-nagyon gyakori. Én nagyon sokat dolgoztam hölgyekkel és férfiakkal, akiket szexuálisan vagy bántalmaztak, vagy molesztáltak. Igazándiból ebbe a kategóriába vannak különféle lépések, vagy különféle nagyságok, különféle intenzitások. Vannak a szexuális célzások, van a szexuális szégyen, a megszégyenítés. Ugye beszéltünk a megszégyenítésről, akkor van a molesztálás ami nagyon érdekes, mert a molesztálás sokszor ahhoz is vezethet, hogy az a hölgy nem tud teherbe esni például. Ha a fiúkat molesztálnak, akkor az a fiú, és komolyan szexuális konfliktusba lesz, és a férfiasságát nem fogja tudni jól megélni. Akkor vannak nekik a legdurvább verziói, mikor valakit megerőszakolnak, és nagyon, nagyon sötét és mély hatásai vannak a szexuális traumáknak, mert a szexualitásunk az egy nagyon fontos részünk, és ugyanakkor a kreatív természetünket is szimbolizálja. És ahogy említettem, a, az erő résznél, tudom, mikor beszéltünk, hogy a férfi erő az veszélyes, és akkor mi kompenzálunk ezt, hogy akkor innen erőtelen férfi társaságát keresem. Ugyanúgy ez a szexuális traumákban megjelenik, és ott van. És nem csak, hogy a mi szexualitásunk lesz kérdéses, hanem az a bántó illető, általában ezek férfiak, azokat mi el megtakadjuk, és vagy teljesen elutasítja a nő a férfit, tehát vagy egyedül fog élni, vagy pedig egy ilyen nagyon furcsa, ilyen konfliktusos, ilyen erőharcban. Hogy kiragadjak mondjuk egy példát, és hogy kicsit így közelebbről megnézzük, mi játszódik le egy női elmében akkor, amikor őt megerőszakolják? Nagyon sok minden, és megemlítek egy párot. Tehát, amilyen csúnyán hangzik, és kellemetlenül hangzik, ez valamilyen szinten egy, egy vagy az ego által létrehozott konfliktus, vagy egy karmikus konfliktus. És tudom, hogy ez... Nem, nem igazán azt, amit az ember szeretne hallani, de muszáj felelősséget vállalnunk mindenért. És egy nőben, mikor ott van egy férfi, akkor mi folyik le, vagy mi játszódik le? Oké, okay, látom, hogy jön, tehát nem vagyunk gyerekek, vagy hát legalábbis a legtöbb szituban a megerőszakolásnál, Látják, látjuk, hogy mi van, és olyan szinten megijedünk, és elkezdünk és stratégiákat gyártani arról, hogy ezt hogyan fogjuk túlélni. Innen jönnek a, a, ilyen túlélési folyamatok. Ha nagyisten ez megtörténik, akkor pedig az a nő az magát úgy érzi, mint egy, egy hát mind egy ribanc, mint egy kurva, mint egy, tudod, akkor jönnek ezek az árnyaink, megszégyenítettnek érzi magát, és ugyanakkor egy dű roham lesz a férfi irányában ez a dűroham, ez olyan erős, hogy az elméjében a szexuális trauma alatt ez a nő ez kinyírja, kiheréli, tönkre teszi ki, mint egy pszichopata, a, a, egy, egy, pár filmkocka erejéig ezt a pasit. És pont ezek a ilyen háttérprogramok, amik okozzák ezt a rengeteg problémát később az életben. Tehát maga az esemény az nagyon kellemetlen, de amit mi csinálunk magunkban, ez ezekben a védelmi funkciókban, a védelmi stratégiákban azok az igazi okok arra, hogy, hogy a, azok az okok a mögött, hogy ennyire rosszul vagyunk, mint egy társadalom, vagy mint, mint emberek. És akkor egy ilyen trauma tud például egy nagyon komoly rákos betegséghez is vezetni, akár mint hogyha ezt már említetted volna korábban valamikor. Igen. Igen, pontosan. Tehát maga rák, ami ugye egy elég tabu szó volt, így még a régi világban, nagyon féltünk tőle, az igen a legegyszerűbb gyógyítani. Tehát csak marha jó pénzt lehetett vele keresni, tehát tudod, így nem adták az emberek tudomására, hogy ez mindig megoldatlan, nagyon erőszakos traumának egy ilyen önbüntetése. Ha belegondolsz, a rák mindnyájunkban ott, mindnyájunkban ott van. Tehát ott vannak a sejtek között, és ezért van az immunrendszerünk, ami azt szépen bekebelezi, és utána kiválasztódik, és megy tovább az élet. Amikor a rák elbúrjánzik, az azért van, mert az immunrendszerünk olyan szinten gyengült, ami az ön támadásoknak egy funkciója, ami a támadásnak a funkciója, az agresszivitásunk funkciója, hogy egy ilyen nagyon furcsa, ilyen áttételes dolgon keresztül mi magunkat betegítesz. Van a traumák között hira a hia? Tehát, azt akarom konkrétan ezzel kérdezni, hogy mondjuk... Egy szexuális trauma az komolyabb következményekkel tud járni, mint mondjuk egy érzelmi trauma, vagy, vagy ezek mindegálban vannak, és bármelyik, bármilyen komolyságú következménnyel járhat. Tudod, eltölthetünk időt, ha valaki tényleg nagyon akar, hogy ezt a hierarchiát felépíti, de a hierarchia azon is múlik, hogy valaki ezt hogyan látta, hogyan élte meg, és utána milyen, kompenzációs történeteket termelt magában. Tudod, tehát igen, hát a szexuális traum az a leg, legdurvább valamilyen szinten, viszont vannak olyan, olyan ősi verziói ennek, hogy amiről beszéltünk, amit az asztal síkon van, meg amit én csinálok a távgyógyításnál, hogy azok meg aztán tényleg ennek a legezerszer ilyen volt, vagy ez volt a verziója. Tehát azt mondanám, hogy igen, a szexuális a traumák azok nagyon-nagyon viszik a, a, a pályát, ők nagyon-nagyon... Intenzívak, intenzívek, és akkor ott van még ugye a többi típus, ami valamilyen szinten ezek átitatják egymást, és úgy megjelennek később, megjelennek egymás mellett, egymás mögött, majd egy, egy valamilyen időkésedelemmel. Jól emlékszem, az előadásodból akkor pont ezek a szexuális traumák azok, amik Később nagyon komoly korképeket tudnak okozni, tehát, hogy ezeket a szociopata, a gyilkológépeket azt hiszem, hogy olyan te nevezted. Igen, azt hiszem, hogy nem is kell, hogy elnézést kérjek, de de a mai világban már nincs ez a lábujjhegyen járunk dolgok között, tehát én most már évek óta nekem ez a stílusom, ki kell mondjanom, tehát ez a fogadalmam, meg ez a nekem a célom, életcélom, küldetésem STB, hogy már évezredek óta, például az anális erőszak, főleg fiúknak, kisfiúknak, még a tudatosságuk előtt egy nagyon ilyen Mindennapi dolog volt, és ezek ebből keletkezik ez a pszichopata, harcos, egy szóra beindulatos, egy szóra berágó valamilyen támadógép. És ugye persze ezt a, 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 már az élet férfi nem tudja, tehát nincs meg ez a logikai a kapcsolat a viselkedés és az eredet között. Ezt már a spártai hadseregbe csinálták, a vikingek ezt csinálták. Tehát majdnem minden ilyen nagyon-nagyon pszichopata, meg ilyen gyilkológépes viselkedés az ide vezethető vissza. A pedofília is? Tehát az is már egy korábban megélt traumának, biztos, tehát, mert hogy nem nagyon egészségesnek tűnik nekem a pedofil működés, de hogy ez honnan ered? Hát a pedofília sajnos az, ugye most akkor megint elkalandozhatunk, és lemehetünk a mély barlangokba, de mikor mi egy gyereket bántunk, akkor a gyerekben felébredő félelmek, és ezek az eszméletlen szorongások, ezt az energiát, meg a vérben megjelenő úgynevezett ilyen adrenakróm, azt használták más célokra. Tehát ez azért volt. De mindenek Tehát ez egy nagyon átételes, de ennek de. volt egy olyan célja, amit a régi rendszerben ebben a háttérben ez futott. Nagyon-nagyon-nagyon ijesztő, és tényleg nagyon sokat kell gyógyulni nekünk, mint emberek, mint emberiség, mert, mert tudod, amit tört, vagy folytat, az, az, az idézőbb, az, 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 az embertelen volt. Igen, ez borzasztó, tehát ebbe belegondolni is egyszerűen kiráz a hideg. Igen, ez sajnos, Igen. nagyon kellemetlen, a, a kényelmetlen a téma. Nekem már nem, mivel aki hozzám jön, az már mindent megpróbált, és és akkor tudod, bum, 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 van egy olyan olyan, vagy egy szolgáltatás, amit tudjuk, hogy távgyógyítás, amiben segítek az ilyen nagyon, nagyon, nagyon mély, és nagyon kacipántos, és nagyon, hát, gustoztalan traumákat elengedni. Úgyhogy az az illető nem kellje, hogy szembesüljen vele, vagy átélje, viszont uh -huh. gyógyul azáltal, hogy ez el van engedve. Van a szexuális traumák kapcsán még valami, amit szerettél volna nekünk elmondani? Um... Hát talán egy picit az identitásokról, hogy az ilyen típusú bántalmazások ezek ilyen halmazottabban súlyosabbnak, vagy súlyosabban rakódnak le, mint a fizikai bántások, kérdeztük, beszéltünk a, a hierarchiáról, mivel egy sokkal komplexebb halmazt, vagy egy érzelmi kupacot halmaz fel akkor ugye itt vannak a nemi identitás zavarok, a női és a férfi identitás energiái, azoknak a megtagadása, azoknak a félreértelmezése, a, az ilyen irányú az érzelmeink sérülése. És talán azt hiszem, hogy ez, ez, ez így eléggé mindennapos, de bármikor minket bántanak, traumatizálnak fizikailag, szexuálisan, érzelmileg, van egy ilyen háttérprogram, amikor mi úgy érezzük, hogy mi okoztuk ezt, hogy mi érezzük felelősé, felelősnek magunkat az erőszakért. És ez egy olyan, egy ilyen rövid ilyen hurkot teremt, hogy erre vannak specifikus technikák, hogy először ezt a rövid zárat ki kell venni, hogy az embert szabadítsuk felettől a ettől a ilyen hullám, soha véget nem ér hullámba sút, a hullámvasút érzéstől, és utána akkor elkezdhetjük gyógyítani a magát a traumát. Azt gondolom, hogy már a bőven elég emészteni valót adtunk, és információt adtunk mindenkinek. Úgyhogy ha egyetértesz, akkor folytassuk innen a legközelebb a négyes számú traumával. Oké, okay. köszönöm szépen, és, és örülök neki, hogy hogy merszed volt, vagy tudod, hogy bátor vagy, meg hogy, hogy hajlandó vagy, ezt így megosztani, mert ez nem igazán az a téma, amivel eddig aratni lehetett. Tudod, ez nem a motivációs szeminár, ez, ez nem a, ja, mindenki, tud, örül, meg szeressük egymást, meg kumbájá, de viszont eljutottunk egy olyan pontra, hogy ha ezt nem vizsgáljuk és értjük meg, és nem oldjuk fel, akkor mi, mint emberek és emberiség nem fogjuk tudni tovább folytatni. Így van, ez tökéletes végszó lett itt, azt hiszem. Köszönöm okay. szépen neked a mai beszélgetést, és akkor legközelebb találkozunk. Köszönöm szépen a fiának, mindenkinek, és sziasztok! Köszönöm én is, további szép napot, szervusz! Szia.